Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Benne elsőként egy sajtótájékoztatóra karauzoljuk el Önöket, amelyet tegnap tartottak a Városházán a levegőben rendszeresen szállangó korom ügyében. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit és a jelenlévő érdeklődőket. Bemutatnám a mai sajtótájékoztatón résztvevő kollégáimat. Dr. Várhelyi Attila ügyvéd, város önkormányzatának képviseletében. Dr. Jáger László címzetes főjegyző, az önkormányzat részéről, és Holzinger József, a Premier Kft. Ügyvezető igazgatója. A mai sajtótájékoztatónak a témája a város nem tűr tovább. Szeretném elmondani Önöknek, hogy sajtóanyagot is készítettünk, úgyhogy nem szükséges jegyzetelni, hiszen ezt írásban is az Önök kezéhez fogjuk majd juttatni. A Bakonyi Erőmű ZRT tevékenysége több hónapja súlyos környezetszennyezést eredményez, aminek következtében az Ajkán élő emberek életminősége jelentősen romlott. Szinte nem telik el nap, amikor ez valamilyen formában szóba ne kerülne. Rendszeres visszatérő téma a Városi Önkormányzat képviselőtestületi ülésein. Az írott és az elektronikus médiában, postai levelezésben, valamint az emberek egymás közötti beszélgetéseiben. Különösen éjszaka az ajkai lakások erkélyére, a parkoló gépkocsikra, közterületekre, frissen száradó mosott ruhákra, vízfelületekre nagy mennyiségű pernye hullik. Város lakosságának részéről többen bejelentésen éltek a Fejér megyei kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatósághoz, hogy vizsgálja ki és változtassa meg a Bakonyi erőmű technológiáját. A város önkormányzata úgy szintén több esetben fordult a környezetvédő hatósághoz. A legutóbbi bejelentésünkre az a válasz érkezett, hogy a Környezetvédelmi Hivatal elrendelte a levegő szennyeződésének a kibocsátónál zárójában a kéményen történő mérését. Szeretném megjegyezni, hogy ma reggel kaptam készhez a hatóságnak a szakértői véleményét, amely egy napra vonatkozóan, augusztus 13-án végeztek ilyen mérést, és jelentős túllépést mutat aznap 11 órakor mért adat. Hát mint egy másfél por szennyezés tekintetében, mint egy másfélszeres túllépést eredményez, és egyéb tekintetben is, más vegyi anyagok tekintetében is jelentős túllépésről lehet beszámolni. A város önkormányzata július közepén levéllel fordult az erőmű vezérigazgatójához, és kérte, hogy a szennyezést szüntessék meg. Az erőmű vezérigazgatója válaszában intézkedéseket helyezett kilátásba, azonban ennek a mai napig semmilyen eredménye nincsen. Sőt, bizonyos értelemben még rosszabb helyzetről tudunk beszámolni, mint az akkori. Tehát a város önkormányzata nem kívánja tétlenül nézni, amint a Bakonyi erőmű tovább szennyezi Ajka város levegőjét. Mivel kéréseink nem kerültek meghallgatásra, ezért a következő lépések megtételét helyezzük kilátásba. 1. Egyetlen kazán sem üzemeljen addig, amíg azt megfelelő tisztító berendezéssel nem látják el. A tisztító berendezésnek alkalmasnak kell lenni arra, hogy a kazán üzembe helyezésének pillanatától ne kerülhessen semmilyen szennyező anyag a kéménybe, illetőleg a kéményből a levegőbe. A Bakonyi erőmű hajtson végre olyan jellegű rekonstrukciót, amely lehetővé teszi, hogy káros anyag ne kerülhessen a levegőbe. Amennyiben a technológiát és ennek megfelelő műszaki fejlesztést a Bakonyi erőmű nem tudja vagy nem akarja végrehajtani, a város önkormányzata kezdeményezni fogja azoknak a berendezéseknek a leállítását, amelyek a környezetszennyezést megvalósítják. Ez akár az egész régi erőmű is lehet. 2. A Bakonyi erőmű előszeretettel hivatkozik arra a tényre, hogy a város lakásainak jelentős részét, mindegy 7000 lakásegységet távfűtéssel az erőműből látják el.
Ez egy adottság, amelyet azonban nem kell véglegesnek tekinteni. A város tulajdonában lévő távfűtő társaság évente mindegy 1,2 milliárd forint értékben vásárol hőenergiát a bakonyi erőműtől piaci áron, amely a magyar hőtermelő forrásokkal történő összehasonlításban átlagos árnak felel meg. Tehát semmilyen kedvezményes árról nem beszélhetünk. Tehát egy átlagos áron történő hőszállítás, hővásárlás megszüntetése, megváltoztatása Ajka városának csak előnyökkel járhat, hiszen egy új szállító esetén nem kell elviselnünk a környezetszennyezést. Amennyiben a bakonyi erőmű rövid időn belül nem szünteti meg a környezetet károsító magatartását, nem tesz olyan intézkedéseket, amelyek ezt hivatottak szolgálni, Ajka városa, mint a Primer Kft. Tulajdonosa, nem kíván hőenergiát vásárolni az erőműtől. Hármas pont. A bakonyi erőmű ZRT a már sokat hivatkozott környezetszennyezést évek óta úgy folytatja, hogy ezzel az ajkai embereknek jelentős életminőség romlást és károkat okoz, kihasználva a különböző környezetvédelmi, természetvédelmi és az emberi életvédelmét szolgáló előírásokban rejlő hiányosságokat. Véleményünk szerint a bakonyi erőmű tevékenységével összefüggésben környezetkárosítás valósul meg, ezért ismeretlen tettes ellen büntető eljárást kezdeményezünk. Állapítsa meg bíróság, hogy az a pernyével történő szennyezés, amit az ajkai emberek belélegeznek, amelyek gyermekeik arcába hullik, amely lakásaikat, kertjeiket, gépjárműveiket, egyéb használati tárgyaikat tönkreteszi, az törvényes tevékenysége vagy sem. Ha pedig nem, tiltsa el a károkozót a további környezetkárosító tevékenységtől, és állapítsa meg azoknak a szervezeteknek vagy személyeknek a felelősségét, akik a jogsértést vagy bűncselekményt előidézték. A sajtótájékoztató további részében megkérem ügyvéd urat, fűzzön néhány szót az elmondottakhoz. Köszönöm szépen. Tisztelt megjelentek, a város jogi képviseletét jó néhány éve ellátó ügyvédként felkérést kaptam polgármester úrtól, hogy ennek az ügynek a jogi vonatkozásait próbáljam meg áttekinteni. A nem túl hosszú ideig tartó vizsgálódás során arra az eredményre jutottam, hogy három különböző irányban indulhat el a város, illetve annak lakossága a probléma megoldása érdekében. Az egyik lehetséges út a közigazgatási eljárás. Ugye ez azt jelenti, hogy az engedélyező hatóság kezében vannak azok az eszközök, amelyekkel a tevékenységet folytató vállalkozásnak a környezetszennyező tevékenységét valamilyen módon befolyásolhatja. Hogyha a jogszabályban, illetve az engedélyekben meghatározott határértékeket túllépi, akkor a hatósági eszközökkel, figyelemfelhívással, kötelezettségek előírásával, végső esetben a tevékenység valamiféle korlátozásával rászorítsa a vállalkozást a környezetszennyező tevékenység mérséklésére, jobb esetben beszüntetésére. A másik út a polgári jog eszközrendszere, aminek azért van jelentősége, mert az, hogy a bakonyi erőmű ZRT bizonyos határértékek között folytatja a környezetszennyezést, ez ugye a hatósági szempontból lehet egy tolerálható tevékenység, tehát ha jogszabályi határértékek között, illetve a bizonyos mértékig engedélyezett üzemzavari körben működik az erőmű, akkor ez a tevékenységének a folytatását nem akadályozza. Ugyanakkor azonban a határértékek közötti, vagy a határértéken belüli, vagy aluli, nem tudom, hogy helyes legjobban fogalmazni, környezetszennyezés abban az esetben, hogyha az harmadik személyeknek kárt okoz, az nem mentesíti a károkozásnak a következményei alól az erőművet. Tehát, hogyha ha igazolható, hogy az ajkai lakosság kárt szenved ebből a szennyezésből,
ami lehet akár a polgármester úr által említett különböző eszközökön megtalálható szennyeződés, vagy akár az egészségi állapotot károsító levegőszennyezés, a polgári jogi kárfelelősség az a határérték betartásától függetlenül fennállhat, és az okozati összefüggés bizonyítása esetén kártérítésre jogosítja azt, aki ezt a kárt elszenvedi. A harmadik út, ami rendelkezésére állhat akár az önkormányzatnak, akár bárki ajkai lakosnak, aki úgy érzi, hogy ez a tevékenység az ő érdekeit sérti, az a büntető feljelentés megtétele, hogyha valaki a levegő minőségét vagy állapotát jelentős mértékű környezetszennyezéssel veszélyezteti, tehát nem is kell a konkrét károsodásnak bekövetkezni, elég akár a veszélyhelyzet bekövetkezése is, akkor azt gondolom, hogy megalapozottan megteheti a környezetkárosítás miatti büntető feljelentést, és a nyomozóhatóság dönt majd arról, hogy ennek a feljelentésnek az alapján elrendeli-e a nyomozást, és nyilván az eljárásnak a végén majd a bíróság dönt arról, hogy ebben az ügyben valakinek a büntetőjogi felelőssége megállapítható-e vagy sem. De a feljelentés megtétele ismeretlen tettes ellen azt gondolom, hogy a város vezetésének nem csak joga, hanem kötelessége is. Köszönöm a figyelmet!